Képzőművészet, színház és két könyv bemutató várja Önöket a ma esti Margóban. Jó estét kívánok! Beszámolunk a Gráciák című kiállításról, a Jászai Mariról szóló darab próbájáról, Zemlényi Zoltán könyvéről és Szecskó Károly történész könyv bemutatójáról is. Gráciák címmel nyit kiállítása az Egri Bevásárlóközpontban. A tárlat Teleki Klári Gáléva, kántorné Bódi Ilona és Kállai Margó munkáit mutatja be. A Pódium Tánc és Balettiskola növendékeinek koreográfiájával nyílt meg a Gráciák fókuszban a nő című kiállítás. Én nagyon szeretem megmutatni azokat a művészeket, akik úgy elbújnak a háttérben, de gyönyörű alkotásaik vannak. Magukat a rendezvényeket szeretem megszervezni, különböző, amit tudok, digitálisan hozzáadni, kis filmeket készítek róluk, és úgy adódott, hogy nekik is szerveztem korábban már egy kiállítást, és akkor valahogy úgy megszerettük egymást, tehát amúgy is megszeretek minden művészt, de őket valahogy egy kicsit jobban, és összekezdtünk járni, és egyszer csak jött egy gondolat kávézás közben, hogy mi lenne, ha. És csak akkor lepődtem meg, hogy ők úgy gondolták, hogy én is. Magasra emelni a nőt, vagy megmutatni a nőt. Ez számomra nagyon fontos, hogy őket is ott tudjam megmutatni, ahol ők vannak, mert ők egy picit szerényebbek, és én ki akartam őket emelni. És hát ez úgy gondolom, hogy sikerült is, mert olyan munkákat hoztak el, amivel azokat az érzéseiket, a gondolataikat meg tudják mutatni, ami a nőiességre utal. Az én digitális grafikáim sem egyszerűek, de azért meg kell mondani, hogy a képzőművészet az övék. Tehát amit kézzel és ő saját maga állít elő. Mondjuk nekem az eszköz az a számítógépes program, és őt is irányítom, és úgy irányítom, ahogy én szeretném, hogy az a kép kinézzen. Amikor egy kávézás erejéig összeültünk, kiderült, hogy rengeteg a közös pont az életünkben, nagyon sok a közös érdeklődési pont is, és még mellesleg mindannyian művészbeállítottságúak is vagyunk. És ekkor pattant ki Klárinak, Teleki Klárinak az agyából ez az ötlet, hogy hát akkor legyen Gráciák. És én ennek azért egy kicsit utána néztem, mert mondom, hát mégis mi az, hogy Gráciák. És a görögöknél ezek a káriszok voltak, akik még nagyon komoly nők voltak, és megadták a kellemet, a szépséget, az illemet. Ez már egy kicsit azért úgy oldódott a római korban, és így lettek ők a Gráciák. És hát először mondtam, hogy mi az, hogy Gráciák hárman vannak, könyörgöm. De hát ez sajnos a festőknek köszönhetjük, hogy azt hittük, ugye, hogy hárman vannak, mert rengetegféle Grácia van. Én például a tűz Gráciája vagyok, mert én tűzdománcokat csinálok, és mindegyikünk egy külön egyéniség. És azt hiszem, hogy mindenki egy külön Grácia is, mert törekszünk arra, hogy harmóniában éljünk, törekszünk arra, hogy a családunknak, a környezetünknek lehetőség szerint mindent megadjunk, ami erőnkből futja, és még mellesleg úgy azért egy kicsit magunkra is szeretnénk adni. Nem vagyunk még talán annyira öregek, és az a fontos, hogy az ember kívül is és belül is jól érezze magát, és ez a belső érték, ez azért sugározza az emberből. Rengeteg technikát kipróbáltam, de azt hiszem, hogy végül is az első és szerelem első látása az a tűzománc volt. Az a fantasztikus benne, hogy pont olyan, mint a nő. Tehát 50% vagyok én, a másik 50% pedig az a tűz, amibe betesszük a magát a lemezt. És aztán ugye a kettő elvégzi a dolgát. Van, amikor harcolunk egymással,
de azért általában igyekszem én győzni. Én rajzos vagyok, hiszen rajztanár vagyok, és több mint 30 év, 3 évtizeden át, tehát 35 évig tanítottam a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, és hát elsősorban rajzolni szeretek, tehát nekem, ha egy ceruza van a kezemben, nekem az is pontosan elég, de szeretem a színeket, szeretem a pasztelt, az olajat. Természetesen mindegyiknek megvan a maga kifejező ereje, és ezt a témához is választjuk. Egy portréhoz szerintem talán legjobban a ceruza rajz az, ami a legkönnyebb vagy a legjobban illik, de van itt unokáimról, illetve az egyik unokámról pasztel, a másikról rajz, tehát ceruza rajz, de tussal is szívesen rajzolok. Ez már inkább más témát kíván, a tus az keményebb, és ezért inkább ahhoz más téma, mondjuk egy fa van, ami a megújulást jelképezi, a szívesebben csináltam tussal. A nőiséget, a szépséget, az anyaságot, és egyáltalán ami a nő, mint szó és fogalom körébe tartozik, azt a kedvességet, azt a szemléletet, amit mi képviselünk, ezt szerettük volna bemutatni az alkotásokon. Én például a szobraimmal szeretem az intimitást, vagy legalábbis az intimitást szeretném megmutatni, fotóimmal is, és ezzel próbálom kifejezni a nőt. Vagy például az anyasággal, nálam a szobrászat az általában úgy szokott lenni, hogy meglátok egy követ, és már rögtön egy figurát látok benne. És van, amikor tematikusan csinálom, de valamikor úgy ösztönösen. És lényeg az, hogy amit látok benne, azt próbálom utána valamilyen formában kifejezni, akár kő, fa, agyag, de legszívesebben a kővel szeretek dolgozni, azon belül is a márványon. Igaz, hogy ez a legnehezebb, de ezt nagyon szeretem csinálni. A fotók meg az jövök, megyek, járok, kelek, és akkor mindig látok valami olyan pillanatot, amit más lehet, hogy nem vesz észre. És akkor ezt próbálom, ezt a megismételhetetlen pillanatot megörökíteni, és másoknak is láthatóvá tenni. A kiállítás december 27-ig látogatható a Bevásárlóközpont galériájában. Kocsis István Jászai Mari a Megkoszorúzott című darabját mutatta be a Gárdonyi Géza Színház. A monodrámát Blaskó Balázs rendezte, a címszerepben Bodor Németi Gyöngyi látható. A színház út, mely vezethet a mennybe, de vezethet a pokolba is. És rajtunk múlik, hogy hamis papok vagyunk, vagy valódiak. Igen. Vállalom ennek a törvényszékesdinek a végeredményét. A halálos ítélet lesz a vége akkor is. Túl nagy a tét. A színház. Hogy a színház Isten angyalaié legyen, és ne a sátán szolgáié. Kocsis István Jászai Mária Megkoszorúzott című monodrámája egy rendkívüli ürügy színházról vallani. Egyfajta ars poetica a színház eszmeiségét, küldetését illetően, amely gyakorlatilag az én saját ars poetikám is lehet. Színházról, színészetről, művészetről alkotott mindenfajta gondolatom, belső összefüggései mind-mind benne vannak ebben a monodrámában. Ezért is választottam tulajdonképpen. Érdekes módon ez a fajta választás egybeesett az én tavalyi Jászai Mari díjjal való
kitüntetésemmel. Ez egy furcsa apropót is adott ennek a dolognak, de csak később jöttem rá, úgy nézegetve a plakátot, hogy mi minden szerepel szövegben ezen a plakáton, és ezeket az összefüggéseket tulajdonképpen ott fedeztem fel önmagammal kapcsolatosan. Mindenképpen egy olyasfajta eszenciális tartalom a színház etikai, esztétikai, erkölcsi összetevőit illetően, és a színház üzenetét, a színházban rejlő lehetőségek, a közönség felé fordulás és a közönséggel való kapcsolatban az a fajta lehetőség, amit a katarzis, a megtisztulás kiválthat, és amely feladata, alapfeladata a színháznak, hogy ebben a katartikus élményben részesítse a nézőket, hiszen minden darab, minden színdarab, igazán jó színdarab ezzel az igénnyel készül. Kocsis István egész drámaírói munkássága, és ez a darabja is természetesen ezzel az igénnyel készült, amely tulajdonképpen csak egy apropó számunkra ma a 21. század hajnalán, hogy emberi kapcsolatokról, társadalmi belső összefüggésekről, művészet és hatalom, művész és hatalom, művész és közönsége, művész önmagában a különböző oda- és visszahatások következményeként hogyan alakul egy művész sors, hogyan alakul egy művész belső közérzete, művészi állapota hogyan változik. Mind-mind témája, tartalma ennek a monodrámának. Arra születtem, hogy igazságtalan legyek. Mindenkivel szemben igazságtalan vagyok. Mert az én életem értelme nem más, mint az önmagammal folytatott szakadatlan küzdelmem. Igen! Ami önveszélyes. Tragikusan önmagunk ellen dolgozó magyar természetünkkel kellene legelőször megküzdenem. A csodálatos képességünkre gondolok például, amelyel nemzeti értékeinket, múltunk nagyjait, népünk hősies erőfeszítéseit fitymáljuk, egy legyintéssel elintézzük. Az indokolatlan, méltánytalan magyar kisebb rendűségi érzést. Csak azt tudnám nemzetemből kiverni! Milyen az a Jászai Mari, akit megismerhet a közönség ebből az előadásból? Hú, egy elképesztően maximalista, elsősorban önmagával, de a környezetével, a világgal is, egy gyakorlatilag már egy megkeseredett nő, aki elképesztő erővel harcol az értékeiért, a maga igazáért, a maga színházáért, és éppen egy olyan pillanatban kaphatjuk el a Jászai Marit, amikor éppen egy színházi törvényszék elé citálják Pitiáner okok miatt, és éppen ez a mérhetetlen felháborodás van benne, ami indokolatlan, indokolatlan a színházi törvényszéknek ez a megszégyenítetése. Hát egy keserű, nagyon erős asszony. Ezt mai fejjel hogy képzeljünk el egy ilyen színházi törvényszéket? Ez mit jelent valójában? Akkor a Jászai Mari gyakorlatilag egyedül volt ebben a harcában. Nem nagyon hiszem, hogy most van olyan szegmense, ahol én egyedül lehetnék, hiszen rengeteg kollégával értek egyet, rengeteg színházi barátom van. El nem tudom képzelni, milyen lehet egyedül küzdeni a magam igazáért. Bár mondjuk bizonyos értelemben ennek ki van téve a színész, főleg egy monodrámában, mert egyedül van oda rakva a színpadra. Ez nagyon más, mint amikor kollégákkal együtt játszik, sok szereplős darabban? Persze, nagyon más. Hát azért ez egy társas játék igazából, és nagyon sokszor fogalmazódott meg bennem is próba folyamat közben, hogy hiányzik egy tekintet, egy partneri szem, amit ugye nem kapok meg, csak a tükörből magamat. Hát lényegesen nehezebb szerintem. Fárasztóbb is? Hát másfél óra egyedül.
nagyon, hogy tudjam, hogy érdekelje őket, hogy ne lankadjon a figyelem, hogy követni tudják. Igen, elképesztő erőfeszítés ez. Így laikusként úgy képzelem, hogy egy színésznek egy másik színészt alakítani, az már alapvetően egy nagy feladat. Ráadásul ugye Jászai Mari esetében egy olyan színészről van szó, akit nem láttunk sem színpadon, sem felvételen. Ezért azt csinálok, amit akarok. Erre vagyok kíváncsi, ez hogy működik ilyenkor? Nagyon érdekes, mert igaz, hogy Jászai Maria a címe a monodrámának, de igazából akár ez egy 30-40 éves színésznő is lehetne, mai színésznő. Nagyra becsült színházi törvényszék. Nem örültem-e díszes gyülekezet elé való idézésemnek, mert őszinte szó ezen a tárgyaláson el nem hangzott. Még azt sem merték őszintén a szemembe mondani, hogy méltó égbe kiáltóan fontos az önök számára az én megszégyenítetésem. Megjuttatásukra mondom, hogy bosszunktól nem kell tartani. Már csak azért sem, mert senkit nem ismertem fel önök közül. Mert nincs arcuk. Sikerült elrejteniük igazi arcukat. Mégiscsak jó színészek önök. Felolvasó estet tartottak Zemlényi Zoltán kötetéből Egerben. A szerzőt 1987-ben 17 évesen ismerte meg az ország, amikor naplót adott ki balesetéről és felépüléséről. A felolvasó estet Varró Emese színész és Zenger Pál a szerző barátja szervezte. Az eseményen megjelent maga a szerző is, és dedikálta a kötetet. Zemlényi Zoltánt sokan az egyik legaktívabb írónak tartják Magyarországon. Bár bevallása szerint ő nem a könyveket ontja, mint például Nemere István, hanem saját kiadásban megjelent könyveit a Deák téren a szabad ég alatt árusítja és dedikálja több mint 20 éve. Első könyve a Hopárézimi 1987-ben jelent meg, amelyben az akkor 17 éves fiatalember szörnyű balesetét és példaértékű kitartását, felépülését írta meg napló formájában. A könyv azonnal bestseller lett, és a balesete előtt kiváló sportoló, tehetséges rajzoló, illetve lelkes rockdobos végül is íróként futott be. Azóta 4 újabb kötete jelent meg, és a Hopárézimit számos magyar és egy külföldi színházi színpadra állította. A közelmúltban Egerbe is ellátogatott az író, mert felolvasó estet szervezett számára Varró Emese színművész és Zenger Pál, Zoltán barátja. Nagyon unatkoztam. Puszta időelőtésén indult a napló írás. Nem gondoltam volna, hogy valaha is megjelenik. Amikor a fele már kész volt, akkor jött egy ismerős, aki elolvasta, és ő ajánlotta, hogy érdemes lenne kiadni. De azt mondta, hogy ne változtatom semmit, én ahogy eddig, én aztán, amikor vége lesz, akkor őszintén illetve ketten, visszélámolat, és mégis Mm-hmm.
elvállam, és egy új nőjelentem, és a kislányom tavaly és én nem mondhatom volna, hogy lesz valaha egy kislányom, és ez lehet volna. Nap, mint nap együtt játszani vele, együtt élni, figyelni, ahogy nő, ennél nincs jó. Nincs jó. Most már, de ezek lehetem, kivezem meg, van egy színám a komparizmi alapján, illetve volt kémenel háma is, szépességem, és tavaly pedig Kassán, ott van egy magyar színház, és ott van elő. Tehát nagyon jó, hogy a nő ennyi művét megfogott, hogy tovább viszi. Ez a szóval, ez nagyon jó, hogy van. Ez még távol is megvan, hogy lesz, de én nem láttam még. És én is izgatottan várom. Ez a való emesére köszönhető, aki én már nyáron itt voltam, érve, ugyanis előtte felvettem a kapcsolatot Zsegler Pállal, aki a Zsámeri Géza gimnáziumáját annó, és akkor, amikor a külön megjelent, és nagyon tetszett neki, és most tavaly újra felvettem a A megújult Egri belvárosról jelent meg könyve Szecskó Károly történésznek. A kötetet a Heves megyei mérnöki kamara adta ki. Hogyan indult ennek a könyvnek az előkészítése, illetve maga a munka? Milyen alapötletből? A belvárosi rekonstrukciót hallottunk, és elhatároztuk feleségemmel, hogy a részünk megpályázzuk. És kérem szépen, nyertünk egy pályázatot, városi pályázatot, és ez motiválta a munka elkészítését is. Hozzáfogtam a anyaggyűjtéshez, most ez két részből állt, egyrészt már feldolgozott irodalmakból, másrészt én kutatásaimból, én mint történész, hát feltárt a Városházát korábban, önálló könyvem jelent meg, legényed lett, két kiadásban egy könyvem, foglalkoztam a Kepes, a kaszinóval foglalkoztam, a Lécmény könyvtárral, tehát számos ugye területén egyéni kutatásaim ugye használtam fel. És megszületett elég nagy, úgy mondjam így, tortúrába kilódással, ők a feleségemnek a szerkesztőm, én sokkal több anyagot gyűjtöttem, és ő szerkesztette, megnyírta, stb. De végül ugye nagy munkával elkészült, és időben, hát megjelent elég szép kivitelben. Na most mi Molnár Gézát kértük egy neves fotó, hogy készíts el hát ezeket a fotókat, ezeket az objektumokat felújítottak, és hát a régi fotókat pedig innen a könyvtárgyűjteményéből, másrészt Tóth László úr,
antikváriusnak a gyűjteményéből, a képeskönyv gyűjteményéből használtuk fel. Tehát így született meg. Na most van egy előzmények, amit példaképül vettünk is, a polgármester idézi is a előszobában, ajánlásában. Itt 70 év ezelőtt ugye a Kartos Béla, a idegenforgalmi hivatalnak a vezető és a Frank Tivadar, a polgármester helyettes készített egri képeskönyvet. Ez volt egyik minta, a még korábban Brecsányi Miklós, a érseknek a testvére készített egeris környék a részeket kalauza. Tehát ez volt a minta. Tehát utána megjelent eddig ugye már 40 óta sok ilyen képeskönyv, de újszerű olyan értelemben, hogy ez egy rekonstruált egy felújítást, ugye veszünk bontkéstől, ami úgy mondjam országosan is, hogy nem egyedülálló, hát itt a Mirről templom is a létszó miatt úgy mondja érskeport. Most azt is figyelembe vettük, nem csak amit most felújít a belváros, amit meg korábban ide tartik, a létszó érskeporta és egyebeket is ugye figyelembe vettünk, és ugye feldolgoztunk. De kis tágabban értelmeztük ezt a pályázatot, mint amit követel tőlünk. Úgyhogy ennyi a históriára röviden ennek a munka megszületésének. Azt el tudom képzelni, hogy egy ilyen felújítást feldolgozni milyen lehet az építész szemszögéből. Igen. Milyen a történész látásmódjával? Hát az a helyzet, hogy a történész úgy ismeri a múltat. Ismeri a múltat, és úgy mondjam, összeveti a kettőt is. Például a Líciumnál, Líciumnál is foglalkoztam, amit említettem, és megtudtam, az első nagy felújítás volt 1925-29 között Vérder Gyula, mi tanár vezényelte le, Hevesi Sándor mérnöknek volt a mester, aki hát könyvet írtam szintén róla, és ő irányított, és akkor a tábla, Eszterházi tábla látunk, ők akkor kerül oda, ő tervezésében, és ugye megfelelő szakember képzeledésében, hát kerül ez úgy mondja a felújításra. Hogyan jött létre ez a kötet, alapvetően mit tartalmaz? Heves megyei mérnöki kamara már eddig is támogatott olyan tevékenységeket, vagy olyan munkákat, akár úgy, hogy megemlékeztünk egy táblával egy mérnökről. Tehát lényegében az ötlet Szecskó Károlytól jött, aki már készült egy ilyen anyaggal, hogy Eger belvárosát, a megújuló belvárost megmutatná egy könyvben. Na de ehhez kellett egy szervezet, ami mellé áll, és hát mi rögtön azzal, és végig gondolva ezt, hogy tulajdonképpen egy ilyen megújuló belváros az mérnöki teljesítmény, hát építészek és mérnökök alkotása, és hát így aztán mellé álltunk, megfogalmaztunk egy pályázatot, és hát megnyertük ezt a pályázatot. Tehát ha jól értem, az elsősorban egy építészeti munka. A könyv tulajdonképpen lényegében egy kicsit összehasonlító munka is, tehát ha úgy nézzük a könyvben lévő fotók egy 110 év időtávlatából, a legrégebbi kép mondjuk 110 évvel ezelőtt készült, a legújabb meg éppen a valamikori centrumparkoló, amit úgy mondom, hogy a legújabb, ami még a felújítás előtt a centrumparkolót tartalmazza, és utána viszont már minden összehasonlíthatók a képek, hogy milyen a változás. És emellett természetesen nem csak a képek érdekesek, hanem minden épületnek megvan a maga története, és hát ebben Szecskó Károly úr igen alapos munkát, kutató munkát végzett. Mennyire kaphat átfogó áttekintést, képet az olvasó erről a környékről, Eger belvárosáról? Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó történeti áttekintés. Én annyira új a könyv, hogy gyakorlatilag én is most olvastam egy-két napja, és hát például a Városházának, hogyha megnézünk egy épületet, például a Városházának a teljes története, hogy egyáltalán hogy alakult a város vezetése, hogy alakult a városirányítás, és akkor szépen ez nagyon szépen összefoglalva benne van a könyvben, és természetesen több képpel illusztrálva. Kedves nézőink, nézzék meg programajánlatunkat! December 1-én, hétfő délután 5 órától Balassi Bálint kiállítás nyílik a Brudi Sándor megyei és városi könyvtárban. December 5-én, péntek délután 5 órától Bíró Eszter gyerekkoncertje lesz a Forrásban. December 7-én vasárnap 6 órától a Benkó Dixieland Band együttes Karácsonyi Mise című adventi koncertjét hallhatják a Városi Sportcsarnokban. Kedves nézőink, mára ennyi volt a Margó, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!